Játszunk egy olyan játékot, hogy tippeljétek meg, hogy hány napra megyek haza vásárhelyre. Na hoppá, láttatok már rosszabbul is, úgyhogy... Ja, és van még egy kis táskám is. 2 éjszakát leszek otthon, 2. Bár azt hozzátenném. A cipőn kívül az mind hajfestős cucc. Ugyanis nem tudom, hogy mondtam-e nektek, de eredetileg hamarabb kellett volna már menjek haza, mert öcsi végre megadta a zöld lámpát, és végre kiszőkíthetem a haját. Annyira vártam, hogy elmondani nem tudom, most van az a pillanat, szülinapja előtt, tehát így amúgy, na mindegy. De azt mondta, hogy akármi történik, ő most platina szőkén fog szülinapozni. Én megmondtam, hogy kívánságot számomra parancs, úgyhogy nyomjuk. Be kell pakoljak, és nincs ennyi kezem, a kocsiba kell bepakoljak, úgyhogy jövök nem sokára. Igen. Hazaértem. Itt van Sanyi, úgyhogy nem ordítanak a kutyák, de általában... Kis naív módjára azt hinnétek, hogy az enyém kiabál, ha hazaérek. Téves információ. Szia! Burgir. Burgirnak holnap szini napja van! Tegnap beszéltük. Felhívott, az Isten tudja miért, és egy órát telefonáltunk. És tegnap beszéltük, hogy basszus, 23 éves, és valahogy az megvan, hogy én 26 leszek idén, ezt így feldolgoztam, beletörődtem, stb. Öreg asszony. De hogy a kis testvérem 23 éve. Oh. Szevasz, Húsi! Hello! Úristen! Szia, kisbaba! Ja, ez a... aha. Sanyinak... Zseni vagy. Nem tudom, hogy ezt mutattam-e már. Puty, ez itt a kis testvérem. Barisztáskodik. Arról már beszéltünk, hogy volt tanfolyamon, de azt szerintem... Nem láttátok még, hogy milyen gépe van. Ez az egyik aia, igen. A legjobb aia. Beer pong set! Édesanyja meglátta és azt mondta, hogy úristen, nekünk kell beer pong set! Úgyhogy itt van a beer pong set. Van még valamink? Persze. Persze. ABX Specialty. Brazil Red. Kókusz. Egy. 2, 3, hát ha mondasz bárkinek bármit. Ilyen kis herenyítója van. Tehát ilyen... What's that? Időmérő? Igen. Időmérő. Fantasztikus. Igen. Óra. Jó. És akkor az utolsó. Ez az, amit nem mutatunk meg. Mérlege van a gyereknek, aki tudja, tudja, menő mérlege van a gyereknek. Megvetted neki? A mérlege van a gyereknek. Bitch! Oké, okay. Csomagoljuk be. Azt mondja, hé. Chill. Tekintve, hogy Éva süt, nem nagyon férnek el a holnapi grill húsik. Én fogom őket, és kiviszem tanyára. Mi történik? Oh! Nyilván most megölt le a kamerám. De majd jelünk felóban meglesik, hogy mit csinálnak a gyereket. Szép jó napot, kedves kény! Hello! Szia, Húsi! Szép vagy!
Ó, az meg. A kommandó strippet remélem, hogy itt teljesünk. Azt mondod, hogy ez itt nagy jump? Jump? I see it. Egyébként... Big boy. No, bár! Szóval, az van, hogy feljöttünk Pankóval... Ó, pokáló. Ezt mondjuk lehet innen leszedni. Feljöttünk Szalma bálára mászni, ami igazából most itt széna, de hogy lényegtelen. Úgyhogy ez a mostani kép. Ő se sokkal jobb egyébként, de én még mellé papucsban is vagyok. Csak hogy amennyire lehet biztonságos legyen. Áó. Menjek én előre? Meg vagytok? Menjetek előre! Na, vagytok? Agud! Ezután a túlsolás, ez mondjuk megváltás lesz. Lecseréljük a jacuzzi vizet, mert hogy hát egy pár légy mondjuk, meg darázs beledöglött már. Meg egy kicsit olyan fura színe van, de amúgy jó. Wow! Folyik le? Honnan került bele annyi lószörny? Hát honnan a izéből, keféből. A legszőrösebb kefét veszi elő. Dehogy nem, ne szórakozz már, nézd már meg, hogy néz. Nem találtam, hogy csak kicsit. Olyan fura egyébként, hogy néha, nem mindig, de néha Sanyinak jó a logikája. Tehát így férfiakhoz képest meg kiemelkedően jó. És nem tudom, hogy ezt minek köszönhetjük. Készen állunk? Na jó, és akkor ez most egy fél óra, úgyhogy... Yay! Helyzet a következő. Így néz ki. 20 perc után. Viszont én rottyon vagyok, és indulnom kell haza, mert nyit a fodrásszalonom. Kezem a bálától. Na mindegy. Úgyhogy én ezt itt hagyom. Fannira bízom. Remélem, hogy megbirkózik a feladattal. És... holnap volt több. Hát ezt a kis baba macskát még csak megmutatom nektek. Sanyi mindjárt ül fel. Olyan szép vagy! Hello! Hát hogy lát valaki ilyen szép? Forgói hogy látszódnak? Kis-kis! Hanem így a meg a rokló. Cápa, cápa, cápa! Mit csinálunk? Nem tudom. Hülyéd belőlem? Most gondold meg gyorsan magad. Hülyéd belőlem? Nem. Befestjük a hajamat. De ne ebből a szögből vedd már, mert ennél nagyobbnak nem lehetne látszódni a fülemnek. De hát a háttérben Évának a szarjai vannak, és nem látszódhat. Befestjük a hajat, de mit... De miért nincs hajam? Tényleg, ti még nem is láttátok Sanyit. Sanyinak baszkátja volt, egy kicsit kinőtt, és most ma volt fodrásznál, nem tudjuk, hogy milyen kátja van, de jól áll neki. Jó. És a mai nap az hajfestés. Szőkítünk. Latinára nyomjuk, úgyhogy ki van már keverve a festék. Elképesztően rövid a haja, úgyhogy csak annyi dolgom van, hogy pik-pok-pok-pok-pok. És ilyen. Yes. Nyomhatjuk, készen állsz. Nem állsz készen, nem is fogsz készen állni, úgyhogy... Azt mondtam, ne kérdezgesd. Ne kérdezgesd, csak nyomjuk. Csináljuk. Let's go!
Hogyha minden nap 7 másodpercig megölelsz valakit, akkor az hosszú távon javítja az egészséged. Az oké, hogy ég? Mhm. Jó, jó. Akkor nagyon jó. Ti minden egyes alkalommal ezt érzitek? Igen. Fel... Tényleg? Igen. Hát hülyék vagytok. Ugyan, de hát ez égő érzés. Van az a szint, amíg azt mondod, hogy nagy fiú vagy és el tudod viselni, viszont van az a szint, amikor azt mondod, hogy olyan, hogy mossuk le. Jó? Jó. Pezsgő tabletta, csak nagyon kellemetlen pezsgő tabletta. Wow! Így nézünk ki jelenleg. Jó nézel ki. You like it? Most mondd el rád leterültetve, hogy szőkítsünk? Nem, én hittalak fel. Akkor? Hello kicsi bém! Hogy vagyunk? Jó, köszönöm. Jó? Minden elismerésem a hölgyeké határozottan, tehát ez szörnyű. Nekem a kisebb lányban nem megy a fejem azóta is. A hínár mindig zöldebb. A más vizében ring. You look pretty. Menj. Megkendő az arcát, nézzétek meg, milyen szépen csillog. Oké, holnap elég. Ó, most. Nem bloody mountain. Farkas pulka. Nice. What the kurva? Wow. Várjál, mint a... Kolbászos? Tékeknél, ez mindenes. Azt a kurva. Hát ebbe... Minden van. Ebbe van minden, van. Beszéljük meg a tervet. A terv, hogy nincs terv. Káosz a tanya. Úgyhogy kezdjünk neki. Az a helyzet, hogy Sanyi átalakít, úgyhogy minden még jobban szét van, mint bármikor volt. Azzal kezdünk, hogy elkezdek lepókhálózni, és meglátjuk, hogy mennyi kisbarátot találunk még. Az előbb láttátok, hogy volt ott egy igazán kedves kis pók. A legnagyobb szerencsém, hogy nem félek a pókoktól. Már fogunk találkozni párral. Úgyhogy kihozom a létrát, és kezdjünk bele. Mitől vagytok ilyen ízések? You good? Yeah. New addition to the fam. Beüzemeljük? Let's go. With no shopping, be a bitch, and she taking by the fit. Bacon burning, so I'm crisp. Why sell? Be the smell, the sauce simple when it drip. Like the water, I need me some guava. I see me go IED, no Ivy League can't bother. Sorry, mama. Kérlek, mondd el, hogy érzed magad. Jók a programok, csak sok a köcsög. A köcsögök. A fő köcsög. To pick her up, but that's a bad call. Timing, I don't wanna ring.
Menjünk naplementét videózni, mert olyan okosak vagyunk. Mindjárt lemaradunk róla. De szép a fénye is, nézd. Hogy ilyen szó? Uha! Kék csapat, itt meg a piros csapat. És akkor oda kell. Hazaértem Pestre. Nagyon szükségem lenne egy kis pick-me-up-ra, viszont nem sokára itt van Barbie, és a tabló fotójához fogom kisminkelni. Úgyhogy csak szerettem volna bejelentkezni nektek, hogy megvolt Sanyinak a szülinapja, mindenki túlélte a tegnapi napot, ami csodával határos, és nem igazán értem, hogy sikerült. 8:30 körül kimentem, még a tanyára rájuk néztem, mindenki kint aludt, ugye? Ha életre kell a gyerek, akkor majd valamikor hív és elmeséli, hogy mikről maradtam le. Innentől pörök tovább a saját dolgom, csak szerettem volna bejelentkezni, hogy ennek a két napnak itt van vége, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy jól szórakoztatok rajta, és a következőben találkozunk. Sziasztok!